Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön a Hogyan játszunk emberrel, vagy ember Prime-nal, kinek mi van. Természetesen mindenki jön elba. Ez a videó nem jöhetett volna létre a magyar Warframe istenek engedélye nélkül, akik nélkül természetesen Magyarországon Warframe nem is létezhetne. Nos, viccet félretéve jön egy kicsit az ember és az ember Prime, kinek mi van, beszélgessünk róla. Egyúttal szeretnék beszélni egy ilyen fennálló tendenciával, amit Warframe-en belül érzékeltem, hogy fennáll, nevezzük ezt csak tankframe-nek, és beszélgessünk arról, tehát egyúttal lerántva a leplet arról is, hogy az ember most ebben, ennek a videónak az elkészítés idején ugye nem kifarmolható karakter, az ember Prime ugye nem egy kifarmolható karakter jelen pillanatában, és miért kerül olyan sokba a tradingen az ember? Mert hogy ugye sokan úgy állítják, hogy az ember egy nagyon erős karakter, sokan pedig úgy állítják, hogy az ember egy nagyon esedékeny karakter, és azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kettőnek igaza van, viszont az 100%-ig biztos, hogy az emberrel túlélni bármelyik játékban is ugyanolyan mértékű eséllyel lehet, mint például egy kromával, vagy nem tudom, egy wukonggal például. Tehát az ember Prime hihetetlen mértékekig képes elmenni túlélésben a Warframe világán belül, ám pontosan ugyanolyan gyorsan is el tud esni. És itt szeretnék kiterni arra a bizonyos tendenciára, amit vélek észrevenni a játékosok között a Warframe világán belül, és ez pedig arról szól, hogy egy tank frame említettem, hogy sokan úgy veszem észre, hogy megcsinálják azt az adott modolást, és elmennek, és kipróbálják, és csodálkoznak, hogy elfekszenek egy játék alatt, és akkor elkönyvelik maguknak a játékosok, hogy ez a karakter, ez nem is bírja, ez szar, és bekerül a polcnak a mélyére. Valljuk be őszintén, sokszor ugye így jár az ember is, elviszük őket kisebb exterminationökre, mert gyorsan leüli az ultiával az enemiket, de soha nem nagyon merjük elvinni igazi, hosszabb survivorokra, vagy hosszabb excavation, vagy bármilyen hosszabb játékba, pedig az ember oda még mind most már jelen állapotában egy kifejezetten túlélő és erős karakter és csapat szinten is nagyszerűen tudja támogatni a csapatot, mint damage terén, mint crowd control terén, és ennek ugye van egy kis történelmi oka. Régen, amikor az Ember Prime 20 platért is alig akarták elvinni, egy adott ponton a Warframe-nak az energiafelhasználás szabályzata változott, ugye egy update-tel bejött ez, és emiatt az ember energiafelhasználása is változott. Mégpedig ugye az ultia nagyon régen idő alapú volt, tehát egy, mit tudom én, pár másodpercig jött ez a tűzeső, és amiatt ugye ez megváltozott egy update révén ez a dolog, gyakorlatilag az embernek folyamatos energiacsökkenéssel, és folyamatos energiacsökkenésre változott az ultia. Ez hatalmas lehetőséget jelentett, ugye egy folyamatosan fenntartható ulti, hogyha ez full efficiency-re van kihúzva az ember, tehát nagyon kevés energiát fogyaszt az ultid miközben megy, ugye nagyon hosszú ideig fenntartható az ulti, ez azt jelenti, hogy könnyedén kivégzi a magasabb szintű ellenfeleket is. Ezért kialakult kétfajta tendencia az ember modolásában, és az egyik a crowd control-os, tehát a tömegszabályozás című történet, és egyik az ulti mánia, ami az embert megpróbálta átváltoztatni egy aféle tankosabb karakterét, tehát kihúztak jó sok erőre, és akkor mit tudom, egy 40-50-es szintig az ellenfeleket az ember ultia simán kivégezte, főleg ugye a gyengébeket. Nos, és ugye volt a crowd control-os történet, ami a Firequake nevű módra alapozott, nagy területre kihúzva, és gyakorlatilag akire ráesett a tűzeső, ugye a Firequake nevű augment mód azt csinálja, akire ráesik a tűzeső, elesik gyakorlatilag, és amint itt látjátok a videót, tehát akire itt ráesik a tűzeső, az elesik, és ezzel adva az embernek egy tömegszabályozási feelinget. Én a kettő keverékében hiszek, a modolást látni fogjátok, ahogy megszoktátok a videó végén, hogy mit hoztam ki belőle, hiszek egy kis erőben is, és hiszek, nagyon is hiszek a tömegszabályozásban, a Warframe-en belül, ezért fontosnak tartom ezt az augment modot betenni, és egy ilyenféle közepes range-en, tehát egy közepes távolságon tömegszabályozva ölni az ellenfeleket. Na és mitől annyira esedékeny az ember, ugye? Kevés is az élete, nem nagyon érdemes neki Vitality-t, Redirection-t adni, mert egy jobb módtól veszed el a helyet gyakorlatilag.
nem nagyon érdemes adni neki ezekből a magokat, emiatt kevés élete lesz, nagyon esedékenyé válik, és kevés armorja is van, ugye az Ember Prime-nak csak 125, az embernek talán 100, és nagyon kevés armorja, és ezért félreértés ne essen, amikor az ember kap egy golyót a féle 80-tól fölfelé, az embert eltalálja egy komolyabb ellenfél, 80-as szintől és fölfelé, akkor az ember meg fog feküdni. Mint ahogy a karaktereknek a 80%-a meg fog feküdni. Tehát a 80-as szint fölött egészen 100 pluszig nagyon kevés karakter van, ami kibírja az úgynevezett tankframe-et, tehát ott az Inaros, a Chroma, a Valkür, ugye hát ha el tudunk menni, akkor a Limbo természetesen kibírja képességnek adódó, a Wukong kibírja, tehát ezek arra vannak tervezve, hogy kibírják a 100 pluszos ellenfeleket is. Viszont az nem jelenti azt, hogy az ember ne tudna addig elmenni, és erről a tévhitről szeretném lerántani a lepret, abból mondva, hogy mindenki azt mondja, vannak, akik mondják azt, hogy az ember nagyon erős, és akkor sok játékos azt hiszi, hogy ő bemodolja az embert, például legyen a Loki akár, tehát nem feltétlenül az ember, bemodolja az embert, és elmegy, és játszik vele, és azt látja, hogy az ember úton, útféten elesik. És ez azért van, mert azt hiszi, hogy az ember bírja a lövéseket, de az ember például, és az összes többi karakter 80%-a nem, nem azért erős, mert hogy bírja a lövéseket, hanem azért erős, mert hogy hogyan játszunk velük. És akkor rátérnék a tippre, hogy az ember meglátása, hogy hogyan játszunk az ember. Az egyik például nagyon hasznos dolog az embernek, a Naramon iskola, miért? Elő a kardot, kapcsold be az ultit, vidd az ultidat folyamatosan, mert fent ott tartani, és karddal öld az embereket. Amint bekapcsol a Shadow Step, tehát a láthatatlanság a Naramon iskolánál, akkor azonnal láthatatlanná válsz, ugye egy kritikus ütés láthatatlanná válsz, és az emberre már nem lőnek, és ezáltal az ultival, hogy az hogy a ellenfelek mindig elesnek az ulti előtt, finisherre nyitja meg őket, gyakorlatilag egy kardszúrással le tudod gyúrni a legkeményebb ellenfeleket is. A Firequake Augment bekapcsol, elesnek az ellenfelek, finisher damage-e, ki tudod őket végezni szinte azonnal. Akármilyen magas szintű, de ha egy karisztot veszel, akkor mindegy, hogy milyen magas szintű. Nos, a következő protip, nem mindenkinek van ugye Naramon iskolája, és nem kell pánikba esni. Tudom, a Zenurikot sokan gondolják, hogy az embernek hasznos, nem mondanám, hogy feltétlenül a leghasznosabb a Zenurik, mert ulti közben úgyse töltesz energiát vele, és ha ki kell kapcsolod az ultidat az embernél, és láthatóvá is válsz, ott vége a partinak, az ember el fog esni. A következő bármelyik másik iskola, ami nem láthatatlanná tesz, nagyon praktikus az emberrel úgy játszani, hogy veszed a legerősebb fegyveredet, vagy azt a fegyveret, ami tömegeket képes ölni, behúzódsz egy fal mögé, vagy egy fedezék mögé, hagyod, hogy az első és a Firequake Augment mod elvégezze a feladatát, tehát tömegek elessenek, és akkor kezdesz rájuk lőni. Nem akkor, amikor ők lőhetnek rád, amikor elesnek, beállsz egy fedezők mögé, beállsz egy fal mögé, elesnek az ellenfelek, és lősz rájuk. Egy nagyon jó fegyver, ezt kikerülendő, hogy még a fal mögül se kelljen kijönnöd, az pedig a Sinnoid Simulor lenne, ugye, mert az gyakorlatilag, ahova lövöd, egy bizonyos távolságból öli meg az embereket. Bármelyik olyan fegyver, amit kényelmessé teszi az, hogy egy fal mögül tudják kilőni, és úgyis elérd az ellenfeledet, tehát ez a természetesen nem csak színói szimulor, csak az az erősebb, tehát a sima szimulor is megfelel erre. Kényelmessé teszi azt, hogy egy sarok mögül ki tudjuk lőni, hogy elérd azokat az ellenfeleket, az ember nagyon is jól fog működni. Ha nyílt terepen vagy, akkor kénytelen vagy hozni azt a fegyvert, ami tömegeket képes pusztítani, és ezáltal megnövelni az ember túlélési esélyeit. Nos, ennyi lett volna ez az apró meglátás. Köszönöm a figyelmet. Úgy gondolom, hogy az egyik legjobb iskola számára az a Naramon lenne a Shadow Step miatt, hogy láthatatlan lesz. Na, de lényeg, ami lényeg, jöjjön a modolás. Emberre számtalan modolás létezik. Nagyon sokan sok mindenre esküsznek emberrel kapcsolatban, ezért modolás ilyen téren azt hiszem, hogy mindenki tényleg nagyon egyénire csinálja meg. Ember lehet őrült damage-es, és vagy egyszerűen nagyon jó crowd control-os. Én egy kicsit összekombináltam a kettőt. Mindenki úgy modolja be, hogy neki tetszik, és az úgy tökéletes lesz. Én nagyon szavazok a Firequake
nevezetű augment módra, ugye láttátok, hogy mit csinál a videóban, és tehát leüti az ellenfeleket, elesnek, odamész, és gyakorlatilag egy finisher, ki tudod őket végezni. Jól lehet vele bírni, amint látszott a videóban. A Primed Flow-ból lehet sima flow-t csinálni, nincs vele semmi gond, és mivel ugye az energia költség fenntartható, mivel hogy legalábbis nálam 1,65 az energiafogyasztás, az nem számít soknak. Az energiafogyasztás fenntartható, hogyha ölsz, ezért nem szükségeltetik a Zenurik iskola, ugye például a másik meg, hogyha hiába vagy Zenurik iskolá, ha az ultit be van kapcsolva, akkor nem töltözünk energiával, ki kell kapcsolni az ultit, hogy feltölts energiával. Nem lehetetlen ugye kikapcsolni az ultidat, hogy feltöltődj energiával, csak egy magas szinten, ha egy pillanatra is látható vagy, az ember el fog esni gond nélkül, tehát egy lövés és az ember már fekszik. Ezért javaslom hozzá inkább a Naramon iskolát, és gyakorlatilag láthatatlan leszel kardozás közben, és ahogy esnek el az ellenfelek, és sebzed őket már úton útfélen, és lekardozod őket úton útfélen, finisherekkel, mindig kriteket ütsz, mindig láthatatlan tudsz maradni. Nekem nincs is kiűzve a Naramon Shadow Step-ját maximumra, és még így is szinte végig láthatatlan tudtam maradni. És az elején, meg bármilyen játék elején az ember ultia egészen egy olyan 40-es, 45-ös szintig mindenkit meg fog ölni, 45-ös szint után pedig jöhet a kard és lehet darálni. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna, remélem tetszik ez a modellás. Tényleg az ember tényleg egy nagyon személyes dolog ebből a szempontból, nagyon sokan százféleképpen modolják, és úgy is jó az ember. Tehát ezért kerül az ember 1000 platra egyrészt, és egyrészt azért, mert ilyen apró trükköket lehet vele alkalmazni, hogy bírja a kicsike a strapát. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!